Cseki bácska, arra szeretnélek kérni, egy gyerekkorodról, családodról. Gyerekkor, hát már rég volt, tudod. Nem volt olyan rég egyébként. Mindig így az ember így beszél, gondolod, hogy mennyire megölt, mennyire elmúlt az idő, tudod, de tényleg, mint hogy a tegnap lett volna. Egy csomó dolog. Kérlek szépen, a Józsefváros kedves közepébe kerültem, úgy 2 éves koromban, Kőbányán születtem, a 10. kerületi kőbányai kórházban, bizonyára ismered, merre esik. És aztán a család beköltözött a Korányi Zsándor utcába, Korányi Zsándor utca 28, ott a Dugonics utcai iskola háta mögött, tudod, ott a... Akkor még lovagló volt egyébként. Katonák lova voltak ott. Ludovikának abban a sarkában. És a utcára úgy emlékszem vissza, hogy tele volt élettel. A szomszédunkban volt egy lovas kocsis. Őrge, egy ilyen szállító, tudod? Lovarda szörűség volt ott a sarokban. Ennek a lovas kocsikat ott húzták be fel. És amire 4-5 éves lettem, akkor már rogy focistunk az utcán, tudod? Mert akkor még lehetett, nem volt forgalom. Egy érintőztük, tudod? Azóta megemelkedett a talajszint, tudod? Úgyhogy manapság már nem lehet egy érintőzni, mert a labda felugrik a járdára, tudod? Nem úgy, mint annak időre. Úgyhogy mostanában nem is egy érintőztünk. És a zene? Volt a családban esetleg zenész? Vagy hogy jött el a... Hát a zenész... Amúgy nem volt, de... Anyám nagyon szépen énekel, tudod? Mindig. Majd napig emlékszem, hogy tanított minket, amiket ő ismert, tudod. Amiben persze mindenféle dolog beleesett, ugye az akkori kor, hogy mondjam, népszerű dolgaitól a négy dalokig, és itt tovább, és itt tovább. És a másik dolog pedig, hogy Marley volt táncolt, tudod. Ez a Charleston nyomtam, a Charleston, de olyan bérre, viszont amikor parti volt, akkor elővették azokat a 78-as bakelit lemezeket, és a kedvencem a Banána című szám volt, aztán az, ki volt az, nem is tudom már, ki volt, nem tudom, hogy hova lettek ezek a lemezek. Banána. Ez egy mai napig világhíres felvétel egyébként. Már úgy értem, hogy az Ürgő, aki csinálta, most nem emlékszem a nevére. Mindegy, nagyon jó táncot, és nagyon szépen énekel, a Fater pedig zongorázott, igaz, hogy amatőr alapon, de azért zongorázta ezeket a klasszikusokat, és gyakorolt, és ahhoz képest, hogy bűszerész mester volt, egész jó zongorázott. Ugye amire 4-5 éves voltam addigra, vagy 5 éves koromban, ugye hát a szokás szerint, gondolom, elvittek az iskolába, tudod, hogy adjunk neki valami zené hangszert, tehát Magyarországon, hála Isten, hogy ez szokás volt, mert a világ összes részében ez annyira nem tipikus, tudod. És bevittek a szomszédos iskolába a Zenin Kánéhoz, aki vezette az egzét, és mindjárt fölvettek. Hegedűre és zongorára, mondták, hogy a szolfésot még nem kell kezdeni, majd egy évben van a szolfés, de hegedűt meg zongorát lehet, ugye, akkor elkezdtem. És ez úgy folytatódott az elkövetkező 8 évben, vagy 10 évben, vagy valahogy itt tudod. I'm a mowing machine. I'm a raking in. Az 50-es évek elejéről beszélek. Tudom, hogy a nagybátyám, aki szintén ott lakott, ő járt ilyen zongolás lokálokba, tudod, és volt egy-két nagyon zongolista, hogy pontosan ki azt én már nem tudom. A lényeg az, hogy 56 után, hogy amikor egy kicsit megváltozott a helyzet, akkor ez a nagybátyám elkezdett hazavondozni lemezeket, tudom. Így azon először például az Elvis Presley-nek a Mossuka című számát, és az mindjárt attól elvágottam, hogy ilyet még nem, ilyen nincs. És akkor már nagy srácok ott a sarkon, tudod, már elkezdtek rongylábozni. Az megint egy nagyon nagy dolog, a rongylább, érted, hogy néztük, hogy jaj, izé, nem tudom, kicsit, hogy mert nem is, hát ő rongylább az én. És persze emellett, ugye ezek ilyen utcai jelenetek, de az iskola, mint egy iskolai zenekar, ami nem tudom, hogy ismered, vagy van-e még a Dugonics utcai iskolában, az iskolai zenekar, van még ilyen? Nem tudom megmondani ezt. Nem tudom. Ez egy jó kis zenekar volt, mindjárt felvetek, hogy amire
negyedikes voltam, már második hegedűs voltam az iskolai zenekarban, hát persze az énekkar az mindig volt. És tehát ebben az volt az embertől, hogy nagyon sok, nagyon jó fiatal kis roma gyerekek, roma muzsikusok voltak a környéken. Tehát olyan volt, hogy valaki bejött, még 8 évesen volt, én már 12, bejött a hegedűbe, és kétszer, hogy hegedűs mindig. Ami egyébként egy olyan dolog, tudod, hogy ez azóta is megmaradt, tudod, hogy ez egy ilyen családi hagyomány, két veszem, tudod, például, hogyha valaki, mit tudom én, gospel zenét szeretne énekelni, akkor a legszerencsésebb akkor, hogyha New Orleansben egy ilyen baptista templomba születik bele, tudod. Uh-huh. Mert akkor már 2 éves korában viszik a templomba, 3 éves korában már ott van a kórusban, és amilyen 12 éves, addigra ezeket mindent tudja. Uh-huh. Ugyanígy van egy roma családban. Így ismertem meg a Bögölök Bélát, akinek a faterja Nyuszi volt. Nyuszi, nem tudom, hogy emlékszel, hogy Nyuszi jött a családban. Az akkori legnagyobb nagy bögős órán, nem csak a Bögő szerint, hanem mások szerint is, a Nyuszi. A Bögő 2 éve fiatalabb volt, körülbelül 10-12 éves korban kerültünk, hogy összeadarkodtunk. Tudod, hogy őt a dobolás érdekelte. És lejártunk a Nyuszi bácsihoz, tudod, időként. Szobakonyás lakás, ez a hasonlott reggelt, nem tudtuk, hogy mama főz. Mi meg benn voltunk a szobában, hallgattunk, nem tudom. Még Beatles, nem tudom, hogy Beatles volt. Az, hogy nagyon korai Beatles volt. És Jussi bácsi mondta a harmóniákat, ebben mondtuk, álmó, izé, démo, és így tovább is. Ami manapság persze, már én is, meg te is, meg mi már meg tudjuk csinálni, érted? De ez olyan volt, érted, a kisgyerekeknek, mert mi élveztük, imádtuk, hallottuk, de nem tudtuk, tudod? Ez nagyon nagy dolog volt. Tudnék, az egész úgy kezdődött, hogy azt hiszem, hogy amikor hogy 6-osok lehettünk, a Bögő akkor még 4-es volt, tudod? Meg 2 évvel fiatalabban volt a Bögő. Hogy ebben a korban volt egy paptársam, akinek az oda neve, Cserba Mikor. Cserba Miki bácsi. Azt mondom, bácsi, de... akivel úgy szintén benne volt az iskolai kórusban, én aztán váltottam a kórus meg a zenekar között. Uh-huh. De ez marha jó volt, mert egy csomó órát el lehetett ebben a kórus izében, gyakorlatban, vagy zenekari gyakorlat. És ez nekem arra nagyon jó kifogás volt. Uh-huh. Ilyen, ezt nem kell, azt nem kell. Viszont a Cserba Mikivel rájöttünk, hogy mi marha jó el tudunk énekelni, hogy kész van a dolgokban. Mert Isten bizony, egy-kettőre talán, hogyha valami rémlik, hogy mi volt. Ez egy csomó ilyen improvizált dolog volt, uh-huh. ami hogy összeállt, tudod? És akkor gyakoroltunk a folyosóban, uh-huh. szünetben. És időnként az órák alatt is, és volt egy tanárunk, a boxos, aki matekot tanított, matematikát, mert számtott. Aki általában ugye, mi, hogy énekelgettünk az órán, mert lehetett. És akkor odajött hátunk, hogy volt egy biskáj, tudod, és a biskáj fülönövét, meghallgatta, és utána adott kokit a biskáj. De meg először meghallgatta, hogy jó volt. Na és aztán ebből alakult úgy aztán a dolog, hogy aztán az először a Cserba, Miki szerezett egy ilyen akusztikus gitár. Aztán én is szereztem egyet, és akkor elkezdtem ilyen hajó kirándulásokra járni, tudod? Uh-huh. Május 1-i hajó kirándulás. És így tovább. És ott az iskola háta mögötti, a Torányi Sándor utcai hátsó kap, ami akkor nyitva volt, mindig ilyen kis koncerteket adtunk a srácokra, a környékről. Aztán itt kerültünk úgy össze a Bögőjel, tudod, ezeken a kis utcai bulikon, uh-huh. a Bögőjel, és azt mondja, te, én vagyok, én dobolok, ez uh-huh. a beszállt, és akkor ő is nyomta, hogy énekeltünk, akkor már hárman énekeltünk. Aztán, és akkor ehhez csapódott hozzá még a Magyarorsi Lacika. Aztán itt kerültünk úgy össze a Bögőjel, tudod, ezeken a kis utcai bulikon, uh-huh. a Bögőjel, és azt mondja, te, én dobolok, ez uh-huh. beszállt, és akkor ő is nyomta, hogy énekeltünk, akkor már hárman énekeltünk. Aztán
és akkor ehhez csapódott hozzá még a Mogyorosi Lacika. Azt emellett, ahogy úgy folyamatosan, hogy én csináltam a hegedűt meg a zongorát, aztán először a zongora elmaradt, mert a gyakorlás az, főleg, hogyha az utcán töltöd az idő jó részét, akkor gyakorlása kevesebb az idő. Utána a hegedű is elmaradt, mert az meg olyan volt, tényleg képzeld el, hogy az iskola udvarban csináltak egy jégpályát, érted? És akkor az orvosi nagyüveg ott volt, mindjárt ott van jobbra a jégpálya fölött, ilyen hatalmas, szép nagy üvegablak. És az összes haverodott korcsolyázik, és te mész hegedű órára, és ott állsz és hegedülsz a korcsolyapálya fölött, érted? És nem csak haverja, hanem a lányok, meg mindenki, mutogat, nézd meg ott muzsikálva, ízi, a Mikikkel hegedülnél. És akkor az arról nem is beszélve, hogy ilyen esetekben tudod, mert volt, amikor nem gyakoroltam. Na most egy nagyon-nagyon kedves hegedű tanárnő volt, aki ott a... Ó, hogy ez nem, a Práter utca volt, egy köz. Nem tudom, milyen neve. Egy cigány néni volt, aki nagyon szépen hegedű. Még volt egy másik bácsi, egy Antal fi, vagy Antal nevű bácsi. Na mindegy, ez a néni, ez állandó olyan volt, hogyha nem gyakoroltál, és az, hogy kikapta a vonót a kezedő, és elkezdett verni vele. Tehát akkor jó, megvert a vonó, és utána dobta az ajtót, majd menjél haza, gyakoroljál. Ez volt a lecke. Na most képzeld, hogy néznek ott a gyerekek korcsoljának, ez meg üti a fejemet a vonóval. Úgyhogy egy idő után a télen már nem jártam leckékre, és utána az egész úgy, hát tudod, amire 14 éves voltam, az be is fejeződött. És Mutar is azt mondta, hát ne, inkább ne erőltessük. És hála Istennek nem erőltette, érted? Mert találtam egy másfajta zenét, érted? Ami nem volt ennyire rendszerezett, meg ennyire hogy mondjam, ilyen erőltetni valamit, érted? Amiben marra sok energiát kell fektetni. Egyébként a nagy dolog az, hogy azt nem tudták elérni, amiről beszéltünk éppen az előzőekben, ami szerintem fontos a zenei tanítás terén, hogy akkor még annyira pedantikán volt a hangsúly, ezért meg a gyakorlások késztartása, hogy az élvezetre már nem jut idő. Nem, nagyon kevés az olyan tanár meg pedagógus, aki úgy tudja előadni ezeket a dolgokat, és arra rá tudja venni a gyerekeket, hogy ezt élvezetre csinálják. És szerintem egy pedagógus feladata az. Na de akkor nyilván azóta megváltozott egy csomó dolgot el. Én gondolom, egy csomó tanár, akinél már nem az a fontos tényleg, hogy le legyen battolva minden tudásod, és így tovább, hogy mindent lejátszol, hanem inkább élvezze. Tehát az élvezet elmaradt ezekben az időkben, viszont megtaláltam az élvezetet ebben a másfajta zenében, tudod, ami természetesen az idősebb generáció utál, tehát mi imádtuk. Hát a szokásos dolog. Amiből aztán, ugye, hát ez amiből aztán kinőttek azok a dolgok, amik zenekarok lettek, és itt tovább. Érdekesek voltak azok a dolgok, hogy tényleg még mik voltak azok a zenék, amik ránk hatottak. Emlékszem ilyen dolgokra, hogy rádión volt egy program, egy órás program, a Pernyi András jazz bűzora. Kb. egy óra, egy héten, egy óra. Ahol például ilyen New Orleans-i zongoristák voltak be. Bugi-bugi zongoristákat, meg gospel énekeseket, meg a Mahalia Jackson, meg éneket. Ami marhára, azon nyomban, az volt a kedvenc, akkor felpillanat. Aztán minden mit tettem, hogy a nagybátyám hozta a kis lemez, kis Elvis Presley lemezeket. Hát persze a fogalmazó sem volt, hogy az Elvis Presley az valami mást koppint, hogy most már tudjuk, de jó. Tehát, és ezek épp olyan zenék voltak, amit ugye igaz, a Mutter az már vágta, azon nyomba tudta, hogy ez jó. Viszont ugye a zenetanítás és mi egymás, ugye nem csak a zenetanítás, hanem az egész politikai fölfogás és mi egymás, ugye ezt ellenezte ezt a dolgot, mert ez a nyugatról beszivárgó métei cím szóval. De hát a rádión egy héten egyszer lehetett ugyanaz az elnyomott feketék zenéje. Igen. Ugye? Szóval így ez így... Tehát amikor mi elkezdtük csinálni a saját dolgainkat, akkor ezeket próbáltuk úgy koppingatni. És így aztán meg is alakítottuk az első zenekart, amiben épp a Cserva Miki volt, a Bögő, a Mogyorosi, Jómagam és a bátyám zongorázott.
időnként, de az a bátyám egy később jött hozzá, tudnék, ő egy kicsit ilyen mereven zongorázott, és nem járt ki az utcán a sarokra. Uh-huh. Egy nagyon komoly srác volt, már két évvel idősebb, mindannyiunk, mert öreg ember volt. Ez 14-15 éves korban sokat számít. Igen, ez úgy 15 évesek lehetünk, megalakítottunk egy zenekar, aminek az volt a neve, hogy Új Rákfogó. Na most ez nagyon volt Új Rákfogó, mert akkor volt valami könyv, aminek a történetét már elfelejtettem, és annak az volt a neve, hogy Új Rákfogó. Ez ilyen skifi dolog. Uh-huh. És már hát tetszett a név, jó, megvan Új Rákfogó. És ebben aztán elkezdtünk próbálni a Cserbának a Cserbótlokat, nem a tudod, a Józsefvárosi pályaudvar. Uh-huh. Nál, pontosabban azt hiszem az apja ott volt alkalmazott valamilyen formában. Tehát ilyen nál jó lakás volt ott a pályaudvar mellett, ahol most nem tudom, azt hiszem az egészet lebontották, vagy talán nem. És ott volt egy nagyon jó lépcsőház, az akusztika már jó volt, és ott próbáltuk a lépcsőházban, tudod? Uh-huh. Ugyanakkor persze hangszereket kellett szerelni, elhatároztuk, hogy ki mit fog játszani ezen Cserben, mert ő volt a legerőszakosabb, ő lett a szólógitáros. Uh-huh. A bögő volt a dobos, magyarosi ritmusgitár, és valakinek kellett basszusgitározni, hát én elvállaltam a basszusgitár. Akkor itt a következő lépés, hogy meg kellett csinálni a hangszereket, mert a hangszerek nem voltak elektronikus hangszerek. Még a boltba se, de már képen láttuk őket, hogy elmentük a hangszerkészítőhöz, a Mátyás Tilla ott a sarkon volt egy hangszerkészítő, mutattuk a fényképet, és kivágta a nyakat, és akkor rátette a bundokat, hágerű készítő, és mi kivágtuk a húsvágó deszkából kivettük a testet, és akkor kettőt összecsavaroztuk, és akkor pick-up-ot tekertünk. Uh-huh. Ez ilyen tekertétek? Persze, megtekertük a pick-up-ot, mert nem volt. Uh-huh. Nem lehetett kapni. Hogy aztán hogy jöttünk erre, nem tudom. És kérlek szépen, és akkor bedöntjük az egészet. Nekem volt egy pacsirt a rádió, a Cserbának volt valami más rádió, és így bementünk a rádióba, és ez volt a tanekat. És emlékszem, azt az első bulink, akkor volt, amikor én első gimnazista voltam, a Széchenyi gimnáziumban, ami ott volt a... melyik körül? A Hungária körül sarkán, ott a Rezső téri templom mögött. Rezső téri templom volt, és mert ez a bazilika formában. És ott volt egy ilyen iskola, egy búl, és oda eljöttük, rákfogott, ott volt az első búl. És én akkor 15 éves... Hányban volt ez körülbelül? 15 éves volt, hányban lehet. Adjuk össze. 62-ben. Uh-huh. Ja, ez így kezdődött. Ez volt az első bulink. Sőt, aztán már lehet, hogy már a Dugonisban is játszottunk egyszer. A Dugonisban, még általános iskolában, uh-huh. Aztán 8-os korban talán. Uh-huh. De akkor még nem volt tényleg zenekar, akkor csak a Cserben, meg a Bögő dobolt, és én, uh-huh. és mind a kettő gitároztunk. Uh-huh. Én kiabáltunk a tornateremben, érted? Uh-huh. Az is nagyon nagy dolog. Uh-huh. Na mindegy. Tudod, ezek, hogyha az élmények jók, akkor megvan. Igen. Ebből, érted, ebből több élményem volt kiabálni a tornateremben, vagy én iskolai bulin, az osztály, egy osztálybulin, érted? Több élmény volt, mint egy éve gyakorolni a hegedűn, és akkor megvernek a vonóba, érted? Ez már egyszerű dolog, érted? Hogyha nekem hogyha olyan élményed lett volna a gyakorlásban, akkor annyit gyakoroltam volna, érted? Olyan jó lettem volna, hogy embertem. Ez sajnos így nem. Szóval ez a zenekar azért elég sokáig játszottatok is, aztán egyre komolyabb helyeken, nem? Ez az Új Rákfogóval. Ja, a zenekar fejlődött, persze, fejlődött. Itt voltak olyan behatások, tudod, akkor már volt nyilván egy-két ilyen profi zenekar. Én az Illés zenekar, mindenki mondta, az Illés meg kell adni. Én az Illés zenekar soha az életben nem hallottam egészen 80-as év, amikor visszaváltogattam. Uh-huh. Ausztráliából, uh-huh. akkor talán hallottam az Illés. Tudnék, az Illés ki nem álltam, mert úgy éreztem, hogy azok nyerik ezeket a ki mit tudok, hát megnyerték. Uh-huh. Ilyen publicitás, olyan publicitás, hogy én érdekelték ezt a számot, hogy fáj. Volt egy ilyen számú részletel, fáj. Jó szó, de nekem nagyon fájt valami. Tényleg jó volt a zenekar. És akkor nekünk is mondták, hogy miért nem mentek ki, miért meg ilyenek, ilyen versenyizéket, érted? Verseny, geci,
hogy is hívják, nekem, én nekem nem hiányzott, és egyikünknek se tulajdonképpen tudom. Azt hiszem, hogy Cserben még talán ment volna ilyen, ki mit tudja. Ez ilyen nagyon gizda dolog volt, tudod, nem tudom, valami. Én irányított volt. Irányított volt, ez persze. És az irányított dolgokat soha nem szeretem, mai napig sem szeretem. Manapság másképp irányítanak, manapság a nagy cégek irányítanak, akkor valami ideológus, a párt ideológusa irányított. Most a cégek irányítanak. De mindig van irányítás, ez mindig valamilyen fajta izébe be kell állni. Én ezt mindig utáltam. Beállni egy sorba. Viszont volt egy-két zenekar, mint a Dogs nevű zenekar. Amit akkoriban Dogs-nak hívtunk. Dogs. Ahol a Maka Béla basszusgitározott. Nem tudom, hogy a Maka Béla rosszult egy roma gyerek. Nem tudom, hogy hol lakott. Azóta sem tudom, hogy mi történt ezzel. De nagyon jó basszus gitározott. Így oda jártam, és nekem Maka Béla volt a király, érted? Akkor Maka Béla lehet. Akkor már lehettem, vagy 15 éve, 15-16 körül. Ott elvesztettem például. Azon a bulin például akkor kaptam egy orkánkabátot, és elvesztettem a bulin, és akkor nem mehettem egy hétig, egy vagy két hétig, aztán vasárnapon kérdeztem. Már mindig jártunk együtt a bűncserben, főleg így hárman. Aztán a Magyarorsi később együtt lógtunk. Másik nagy dolog volt, az is akkor lehetett, amíg a Louis Armstrong, akkor 15-16 éves lehettem, és amúgy nem akart elengedni. És a bátyámat meg elengedtem, úgyhogy valahogy szereztünk egy erős, és kiszöktem, mert az ember megnézni a William Shaw-t, az egy nagy dolog volt. Nem mint, hogyha tudod, a Dixieland, az egy, vagy a William Shaw az igazi dolgot járt, a Dixielandet nem nagyon szerettem. Nem tudom, valami oknál fogva a Dixieland nekem nem jött be. De a William Shaw-ban volt egy ilyen, olyan valami, tudod, ami a Dixieland az egy ilyen utánzat volt nyilvánvalóan, az igazi dolognak az utánzata. Viszont a William Shaw az igazi volt. Tehát, ugye ez később úgy kiderült. Igen, aztán hát persze, még mondom, gyakoroltunk a zenekarra, próbáltunk. Aztán úgy került a dolog, hogy valaki felvett egy zenekarra, tehát a bátyám már időközben egy másik zenekarra, hogy úgy hittem, hogy Szinkom, és ezek a Kostás klubba játszott, tehát bátyám bevitt engem oda ebben a zenekarra, mint basszusgitáros, hogy a Rákfog, vagy a mi kis zenekarunkat, hogy hát, a hátsó tűzetet, lassú tűzet, tudod, nagyon hallgattak a srácok, hogy elmegyek a Szinkomba. De hát én úgy éreztem, hogy ez jó, mert ez játszik minden héten, játszottunk egyszer vagy kétszer szemben volt, heti bulit, meg még egy-két bulit, ilyen gépipari technikumban jártam. Mert a fater műszerészmester úr, és azt gondoltam, hogy én leszek a technikus, és tehát én majd átveszem a technikai része dolgoknak, a bátyámat pedig elküldték a Kandó Kálmán elektronikus iskolába, ő lesz az elektronikus szakember, és a család olyan boldog lesz, hogy embertem. És na nem mindegy, megvolt ez a Szinkom, és akkor a fater vett nekem egy rendes erősítő. Már rendes erősítő abból állt, hogy nagy 15 incses hangszóra is erősítő. De akkor még mindig azt a régi saját készítési basszus volt. És akkor elkezdtem bulizni rendszeresen, tudod? És ez ment ugye egy darabig, de aztán rájöttem, hogy ez nem egészen igaz, úgyhogy újból összeraktuk a végét, a bögelyen, a Csetváron és a Bogyorosan. És akkor már komolyan elkezdtünk ezzel foglalkozni. Tehát a bulikon jön rá az ember, hogy ezt hogy is kell tudod őket csinálni. Az lehet, hogy garázsban próbálni, vagy lehet a konyhában próbálni. De tényleg, ugye akkor áll össze a dolog, amikor a közönség elé kerülsz, és folyamatosan kell produkálni egy előadást, nem csak egy számot nagyon jól, és a másikat nem, és így tovább is. És amikor mondom, oda került a dolog, hogy elegem volt erről a szinkronból, mert igaz, hogy ám bár jó volt, de megvoltak a határait, nem volt meg az a szabadság, például az egész Shadows repertoárját megtanult. Na most ez nagyon jó, hogy megtanulni valakinek a repertoárját, mert ebből marha sokat lehet tanulni, csak egy idő után nyilván unalmas, mert ugye ugyanazt nyomni. Úgyhogy megint visszamentünk a Rákfogóba, ott meg is írtunk egy-két számot, ilyen, itt volt a Kutyaütés című. Kutyaütés 1, Kutyaütés 2, Kutyaütés 3. Na, ezek voltak a főszámok. És akkor már azt hiszem, hogy elkezdtek beszíválni a Hendrixes dolgok, meg hasonló. Ez már ugye a 60-as évek vége felé lehetett. A 60-as második felében. És akkor kaptunk egy bulit a Radnóti Miklós művelődési házban, és ott nyomtuk egy jó évig. És így aztán lett bővözenek. Aztán hát persze semmi nem tart örökké,
két utam először a bátyámat, mert nem fér bele, tudod, valami oknál fogva. Ami egyébként nehéz volt, hogy nyilván... Hát neked persze testvére nehéz. Azóta se szeretném, mert az a vége is volt, ami kapcsolódó baráti, most testvéri kapcsolatunk. Tényleg ez ennyire? Ne, hát nem ennyire, csak én erre vezetem vissza, tudod. Most jó meg vagyunk, de úgy tényleg nem, igazán nem tudom. És aztán elkezdődött a profi zene. Profi, innen már profi volt. Akkor az iskolából kirúgtak persze, akkor éppen akkor kellett már érettségiznem. Az iskolából úgy rúgtak ki, hogy már akkor játszottunk kétszer-háromszor egy hétet, tudod. És tudod, mindig is igen. Egyrészt utcai gyerek voltam, utca gyerek, mama, anyám mindig van utca gyerek. Tanulás se. Már nem jött össze, tudod, a zene volt már minden. Úgyhogy én iskola helyett általában fölkapott a táskát, meg is lementem három házzal, addig is bementem egy srácot, és ott aludtam. Hogy hallgattuk épp a Szabad Európa, vagy a hasonló rádióban, de aludtuk, és elszörözgettünk közben. És két hét elteltével megyek haza, egy kettőkor, tudod, mert iskola, nyolckor iskolába, kettőkor haza, mindig kérdeztem utána, hogy milyen volt, hogy nagyon jó, ennyi, ilyen volt, olyan volt. Aztán két hét úgy elteltével megyek haza, és akkor mondja, hogy most hívott a Szabó tanár úr, hogy és nagyon sajnál, hogy ilyen beteg vagy, hogy már két hétig nem jártál iskolába. Úgyhogy akkor az anyóma ki is rúgtak az iskolába, azóta se érettségiztem, ami egyébként abból nagyon jó volt, hogy ha érettségiztem volna, akkor mindjárt katonai szolgálat vagy. A szemem éppensége nem jó, de ilyen hátországi szolgálatra alkalmas lettem volna, akkor még tudom. Úgyhogy ez marha nagy szerencse volt, hogy azóta sincs ilyen középiskolai papírom. És mindjárt munkát, a fater azt mondta, hogy na most már elég volt ebben a zenéskedésből, meg izéből, most kirúgtam az iskolából, és állandó munkahelyet kell, hogy találják. Na, azt találtam is egyet, ahol a Magyarorsi dolgozott, persze a Magyarorsi, meg a Jakab Gyuri. Volt egy cipőgyáros utcával, még ott alföldi cipőgyáros, és neki volt egy aktárjuk, ott lenne a Józsefváros, másik végén van, a Dőlői útról. És a Magyarorsi már ott volt, én is oda mentem, és ott voltam három napig, de ott arról volt szó, hogy reggel megjött a teherautó, le kellett volna, hogy csomó cipőt dolgozt, aztán visszaadni egy másik csomó cipőt dolgozt, aztán délután, napközben sakkoztunk, hogy kártyáztunk, négykor megint megjött, nem volt egy marha nehéz munka, teljesen semmi nem volt, kivéve volt egy góri, aki előadást tartott arra, hogy kell levenni ezeket a cipődobozokat. Ez mint hogy a diploma kellett volna a cipődoboz levenni. Így nem lehet megfogni, csak így. Három nap eltelt évvel ez a cipőgyári munkának vége lett, és büszkén mondhatom, hogy ez volt az egyetlen olyan állás, amit zenén kívül töltöttem a három napot a cipőgyárban. Hála Istennek, hadd kapogjon le. Mai napig sem kellett más munkát vállalnunk zene mellett. Amire eléggé büszke vagyok, mert akkor nyilván akkor nem olyan rossz. És ezután már mint profi zenész működtem. Már profi hát. Egy ideig egyébként, hála Istennek a szüleim, ugye, mert volt egy-két olyan, már ők is elkezdték szeretni a zenét. Tudod? Már nem az, mert zenét szerették, tudod, csak azt mondták, hogy zenésznek, fiam, hát zenész akarsz lenni, hát abból nem lehet megélni. Ez nyilván ez egy normális duma, szokásos duma. Na most akkor ennek a rákfogónak vége lett, ennek a új rákfogónak. Mint hogy mindennek végig lesz. Szóval a rákfogó megszűnt, és akkor egy új dolog jött elő. A magyar, nem tudom, valahogy összekerültük a Bögöly, a Bögöly is elmaradt, és akkor Magyarorsival ketten csináltuk valamit. Ebbe aztán beszállt a Pataki nevű úriember, aki annak idején Diversingbe játszott, és elkezdtünk hárman ilyen triót csinálni, a Magyarorsi, Pataki meg én, és ebből aztán úgy kialakult valami. Ez úgy lehet, hogy ilyen 89. Még pont ekkor jött ez a Sirius dolog, hogy a Baranicsot kirúgták a zenekarból, mivel meg akart a zenekar változtatni a zenekar. Egyrészt nem akartak a Baranicsot zenélni, másrészt Baranicsé volt a Sirius név, és a Baranicsnak volt egy csomó oribúja, tudod? És az oribúja majd látja előttől a Sárosi, Vámosi, Zárai dúó, és itt tovább ilyen jövő buli, és kellett neki egy zenekar. És már talált egy dobost, a Veszedi dobot a metróból, és a Pataki ismerte a Liversingből, és akkor a Pataki javasolta, hogy na hát itt van a Magyarorsi, meg a
Orszánszki volt egy kis zenekarunk, és hát próbáljuk ezt meg. És aztán ez be is jött, ugye. Igaz, hogy az első dolog az, hogy mindjárt hajat le kellett vágatni, és az a magyar ősi azt mondta, hogy hát kérlek szépen, én ilyen áldozatot nem hozom. Mi arra gondoltunk, hogy Pataki meg én, meg a magyar ősi is arról dumáltunk, hogy a Sirius az nagyon jó lesz, mert neve van, kapok munkát belőle, pénzt tudunk keresni, és majd megváltoztatjuk úgy belőle, tudod, valamit csinálunk belőle, valamit. Mindenütt, olyan ciki volt, a legcikisebb név volt az országban, a vicces magyarul segítségével, ahol pont a Tánzal Fesztiválon, így a vicces magyar címszó alatt ők nagy díjakat nyertek. És majd belőle megváltoztatjuk ezt. Magyarosi persze az, hogy ő ilyen áldozat, hogy nem mondsz, hajat nem vágnak. Kérdésem, a Mogyorvosi nem vágatta a haját, amit mi nagyon sajnáltuk, mert nagyon jó lett volna, hogy ezt a triót így átmegyük egyből a legényre. És aztán sajnos még később kiderült, hogy az igazi ok erre arra volt, ebben a kapcsolatban az volt az igazi ok, amit később megtudtam, hogy Mogyorvosi letart, vagy Mogyorvosi munkakerülés ürügyén azt hiszem lezárták egy pár hétre. De ez nem derült ki, évekkel később. És úgyhogy aztán így kezdett a Sirius, aztán az, hogy a jobban mi lett az. Ez sikerült magyarán belülről tényleg átalakítani, mert akkor hát legprogresszív. Jó, egy-két év munkája volt, először volt a Barta Tomi nevű gitáros, nyilván te, akiről hallottál, vagy tudtál. Lenyomtuk egy jó évet, tudod, voltunk Szlovákiában, a Vámosiban, meg az Álaiban. Baranyosak volt egy nagy kocsira, meg a Halmigában, egy nagy kocsira, Halmigit, a művészeket. Valamit csak ezt a zenekar, és mindjárt felvették a pénzt, érted? Mert olyan pénz volt, azt hiszem az volt a nagy izé. Másodosztályú vonatjegyet kapott minden szereplő, amit nyilván a számított felvett. Tehát ez marhára megérteni, minden nap volt buli, érted? Volt Kovács Katitóval, ami a kérdében nagyon jó volt. Kovács Katitó a legrosszabb, akit el tud képzelni, zsonglőrtől, vagy izéig, minden. Ezt nyomtuk egy évig. Azt hiszem a fő buli az egy ilyen újévi szilveszteri buli volt, ahol is az Obladi Oblavát játszottak élőben a rádióban. Aztán ez ment mondom egy darabig, és akkor hála Istennek megváltozott a dolog, mert megtaláltuk a rádió is itt. És akkor mindjárt átalakítottuk a zenekart a Barta. Azt hiszem a Barta akkor meg a lokomotívba elment, mert nem tudom, hogy a Bartát kirúgtuk ebben, vagy hogy bánt meg a dolog. A Barta elment a lokomotívhoz, vagy valahova. Mi majd találtuk a Misit, aki mindjárt egy új szint tett a dologba, és akkor elkezdtük a dolgokat csinálni, érted, ami már belülről jött. Az első ilyen kinyilatkozás az a Széttört álmok című suite volt, ami ilyen... És ugye az más, mint ami aztán Széttört álmok című lemez jelent meg. Az már, tehát ez egy teljesen más, csak a címe ugyanaz. Az egyébként megjelent egy CD-n későbbi. Följavított valaki, pontosabban unokörőcsém, Tömbő Pál fölvette ezt kazettán, és a legjobb minőségű felvétel, ami ebből megmaradt nekem, az ez volt. És akkor még egy pár szat erő, hogy akkor ugye kikerültél Ausztráliába, a Sirius-szal, és utána te ki is mentél a zenekar nélkül. Hát a Sirius-szal kint voltunk, vagy 8 hónapok, túrháztunk. Ami abból a szemben volt érdekes, hogy épp akkor volt a vietnámi háború, és egy kelet-európai, vagy közép-európai, ugye a vasfüggöny mögüli zenekar megérkezik Ausztráliába, az épp belefért abba az ideológiai szituációba, ami ott, tehát akkor már nagyon tiltakoztak a háborúba ellen, mert ott lehetett még tiltakozni. Manapság is lehet tiltakozni, gondolom, csak éppen, hogyha elegen tiltakoznak, akkor vége van, tudod? Hála Istenem, mi úgy beleestünk ebbe a tiltakozási dologba, és tehát a zenekar nagy hatást, már úgy jöttem, hogy a zenekar, nagyon nagy érdeklődést keltett a zenekar. Egyrészt, mert kelet-európában a vasfüggöny mögül érkezett, és ilyen még nem volt. A másik dolog az volt, hogy mi játszottunk egy csomó dolgot. Led Zeppelintől a Jimi Hendrixig játszottunk dolgokat, viszont gitár nélkül. Úgy rájöttünk, hogy az idő folyamán, amihez lehetséges, hogy a Bartók Tamás segített, hogy gitár nélkül valami jobb. Most ez azért volt, mert akkor minden gitáros úgy gitározott, hogy a legnagyobb erősítő, ami lehetséges volt, és azt addig tekerni, amíg lehet. Kérlek szépen, egy gitáros volt az országban,
aki nekünk tetszett, és ott pedig a Babos volt. A Babos, amikor én beléptem a Sirius-ba, a Misinek Márkon haverja volt nyilván valami más körökben. És a Babos akkor összeomlott a külföldön dolgozott. Úgyhogy az elképzelés az volt, hogy majd a Babost bevesszük, amikor visszajön. De ez az Ausztrál út közben jött, tehát erre nem került sok. Elmentünk az Ausztráliába, visszajöttük, és minden eset elmentünk gitár nélkül, és nem is ilyen, úgy, uh-huh. mert Led Zeppelin lenyomsz két szakszofonnal, az egy érdekes hangzás, és elájultam, hogy lehet, hogy ezek Led Zeppelin játszanak gitár nélkül. Uh-huh. Nagyon jó dolog volt. És aztán ez így is maradt Ausztráliában, és amikor visszajöttünk, akkor már ott jammeltünk a Babba. Szakcsíz külföldön volt, és amikor visszajöttünk, akkor így ez a rákfogó ötlet megint előkerült, tudod? És a rákfogó, ez már nem volt új rákfogó, nyilván ez egy másik rákfogó. És a Sirius mellett párhuzamosan csináltak ezt a rákfogó dolgot, ami a Szakcsíz volt, a Babos, Kőszegi, Misi, meg jól van. Ugyanakkor volt egy ilyen jam session nyilvánvaló dolog, ami akkor elég fölnőtt, kinőtte magát, ugye, a 70-es évek elején, ahol akárki 30-40-en összejöttünk ezelőtt, és buli, közönség bejött, és akkor mindenki össze-vissza, vagy tudatosan, uh-huh. tudat alatt játszottunk dolgokat. Ez mondom, uh-huh. fogalmunk nem volt, hogy az elején, hogy mi lesz a vége. Uh-huh. Ami egy marha jó dolog, mert úgy felszabadítja, és a zenészek jók voltak, tehát ebből mindig volt valami jó, uh-huh. tudod. Voltak olyanok is, amik teljesen össze-vissza, és volt olyan, ami embertelen jó, jó dolgok kisültek, tudod. Sajnos erről nagyon kevés fel, mert én nem is tudok ilyenek, hogy léteznek egy ilyen felület. Nyilván a Siriusnak meg volt a kifutási ideje, és időközben összedíj a Bostonba. A zenekarnak a dolgai nem úgy mentek, ahogy kellett volna, hogy a Baron is nem tudott semmit összeszedni, szerezni olyan munkákat, amik előrelépés lett volna. Tehát mindig ugyanazokat csináltuk, a három egyetemi klubot, meg az egy-két ilyen hakni jellegű dolgot, meg ami a városban volt, ő volt egy állandó helyünk a Bercsényében. Tehát a zenekar ugye a végét járta, és akkor már ilyen viták is voltak, hogy ne játszottuk már a izében a rákfogóban, mert uh-huh. szokásos dolog, hogy uh-huh. egyik a másik igen. útjába kerül. És emlékszem, hogy a rákfogóban Berlinben játszani, és akkor egész éjszaka vezettünk, hogyha az egyeteket Siriusból jön, az egyetemi színpadon, és akkor Barlózsa uh-huh. a mérgés volt, hogy na, mert hangpróbára se jössz, azért annyira Berlinben mész játszani, ezt mondjuk, hogy itt kéne, hogy próbálja. Úgyhogy az egész olyan feszültségek voltak, hogy jött egy ajánlat, hogy megyek ki Ausztráliába, amit egy kis kenegetéssel. Volt egy barátom, aki azt javasolt, hogy megyek egy kis ilyen rádió. Tudod, ahogy ez akkor uh-huh. szokott, vagy volt. És ez milyen ajánlat volt? Zenekarba hívtak? Vagy egy zenekar, akikkel mi ott játszottunk egy-két bulit. Még az érkezésünk elején Perth-be érkeztünk. És uh-huh. Igaz, az rendes bulim nem volt a szívünk, szóval tudtunk egy hetet tudod. Mégis lejártunk a klubokba, és beszállt az egész zenekarba, és ezek együttek álljóni. Uh-huh. És ezek négy év után azt mondták, hogy nekünk az a sász kell, aki itt játszott, Perth-ben, legyőződben, uh-huh. a basszusban. Hogy miért nem hozzuk ki, tudod? Uh-huh. És akkor küldtek papírokat, ilyen indoklás, olyan, hogy uh-huh. ilyen paksamétával jöttek a papírok, hogy kulturális cserélnek, ilyen, ez a dolog, művészet. Uh-huh. És mégis is összejött, aztán mindenki aláírta a papírt, és én elment. Tehát teljesen hivatalosan megy. Teljesen hivatalosan. Első saját lemezem ott. 75-ben csináltam egy Beramiára címmel, ami nagyon kevés példány lett Magyarországon, hogy egy ilyen instrumentális dolog. Ebben épp azok a hatások, tudod, éppen a rákfogó és a Sirius, ez egy instrumentális zene volt. Nagyon hiányzott a rákfogó. Mert persze nyilván voltak jó zenészek, de nem volt meg az, tudod, a rákfogóban kialakult egy ilyen együttjátszási dolog. Tehát amikor megírtam ezt a lemezt, ezt a Beramiállal, ezt nem... Ez úgy került fölvételre, hogy profi hivatásos zenészekkel, ami jó meg volt csinálva minden, csak épp az hiányzott belőle az együttjátszás, ami meg volt a rákfogóban, uh-huh. az a csapatunkat. Uh-huh. Tehát az ilyen stúdió nevezett benne, sajnos. Uh-huh. És
És olyan zenekart tudott összerakni, persze, az financiális szemben nézve nem volt lehetőség arra tudott, hogy ezt élőben akkor, 75-ben, ott Ausztráliában mit csinálni tudott. Úgyhogy hát nem ez elkészült, hála Istenem, de és mindjárt, tudod, az volt nagy mázim volt, mert aki, ahol a lemez törölt, ott mindjárt ajánlottak egy amerikai énekesnőnek, aki akkor mert a lemezt, hogy játszak a lemezén. Ebből a felvételből kifolyólag megkaptam a zeneigazgatói állást, ennél a hőnél, akiből a legnagyobb sztár lett Ausztráliában. Itt vele dolgoztam 4 évig, ami úgy anyagilag megalapozta az ottani életet. És azután, amikor ennek vége lett, ennek éppen egyébként, ez is egy érdekes történet, még ezt elmondom, olyan volt, hogy nagyon jó ment a zenekar, 6 fúgós, 2 billentyűs, ritmus szekció. Hát tévének egy érzelmet. És azt mondja, a menedzser, aki egyébként nagyon jó srác volt. Egy ilyen munkán egyébként az, hogy az érdekes, hogy a zeneigazgató nem, nagyon jó, fizetnek, de ebből neked, emellett semmi hasznod nincs. A publicitás és a siker, az mind az énekes. Tehát olyan nincs, hogy ja, hát nagyon jó volt ez, itt a pénz, kérlek, köszönöm szépen. Fölvettük el egy élő lemez, például minden hangszerelést én csináltam, ráírták, hogy a lemez producerről csinálta a hangszereléseket. Tehát éppen hangszerelés volt, illetve a zenekar összetartása. Tehát hangszerelés, összetartás, ugye csak valaki elment, akkor én hoztam a zenészeket is itt tovább. Na minden, a végén aztán az volt, hogy az utolsó túra, amin itt minden fölborult, az volt a helyzet, hogy a menedzser azt mondta, hogy azt szeretnénk, hogy a zenekar játssza az első részt, mert ezelőtt mindig volt, mint tudom én, egy kisebb zenekar, valaki más, mi csak a fő izé volt. De a zenekar játssza az első részt, és majd az másra csinálja. Második részt, ez lett volna a következő túra. És úgyhogy a zenekarra leültünk és kiírtunk egy csomó dolgot, csináltunk saját dolgokat, meg stimmeket, olyan dolgokat, amit épp szerettünk. Megtanultuk, még játszottuk is a városban, jó összeálljon, össze is áll. 2 héttel a túra kezdete előtt fölhívom mondani, hogy hát sajnos vissza kell, hogy racionálni kell a zenekar, 12-ből lesz 4. 4 tagú zenekar lesz. Felejtsétek, elviszünk egy akusztikus gitáros, aki majd vizét énekel. Ez a túra. És ez a gitáros meg én. A gitáros egyébként a Little Riverbandnek a tulajdonos manapság. Ketten azt mondtuk, hogy jó, hát akkor most eddig a fizetés. Most levettük a zenekar, spóroltuk itt zenészenként $400, lakás, repülőjegyeket és így tovább. Nekem aztán a fizetés $500 volt, de neki meg 450. És azt mondtuk, menőzőnek, hogy jó, hát meg egy útja van, most annyit spóroltak, hogy mi szeretnénk $200 extra. Ez $200. És azt mondta, hogy nem. De spórolnak, mit tudom, érted? Így dolgozik a kemény. Azt mondta, hogy 200 nem. És mi azt mondta, hogy köszönjük szépen, és ez a végé volt. Ez egy olyan példa, tudod, hogy mindegy, hogy 4 évig. Igen. Nagyon nagy barátság, érted? És akkor $200. Ez így van. Jackie bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél. Én örülök, hogy mesélhettem.